Úristen, hogy nekem mennyire hiányzott a hó nélküli Jorvik. Na szóval, sziasztok, üdvözlöm mindenkit egy újabb szerdai frissítésben, és most már nincsen hó, se téli falu, nincsen most már semmi sem, csak a jó régi Jorvik, és nem tudom, hogy ti, hogy vagytok vele, de nekem már hiányzott. Nos, a mai videóban nem más érkezett hozzánk, mint egy verseny. És akciós lovak, ha bárkit is érdekelne. Bár az egyik lófajta az nem régen volt akciós, viszont első sorban is nem itt kéne kezdenem, hanem egy lófajtánál, ami nem más lesz, mint hogyha kiengedne a lószállító a traki. Nem egy traktor, mielőtt bárki is fér Hát bízunk benne, hogy az kell hozzá. Ha nem, akkor, akkor baj van. Akkor vissza kell jönni még egyszer, de hát ilyen ez, tudjátok. Kettőben és mind a kettő kivenetve, úgyhogy igazából teljesen mindegy, hogy melyikkel megyek, úgyhogy te leszel az áldozatunk. Ráadásul az első nagyjából összeillő szettet és mehetünk is. Egyébként bocsánat, hogy nagyon zúg a gépem, nem tudom, hogy mi lett vele, úgyhogy lehet, hogy kéne neki adnom egy takarítást. De amikor legutóbb takarítottam, akkor az lett a vége, hogy el kellett vinnem a informatikus ráchoz. Úgyhogy, ja. A gépeket összerakni, szétszedni, illetve kitakarítani sose tudtam, sose értettem hozzá, nem is akartam soha érteni hozzá. Minden esetre ahhoz, hogy te elkezd ezt a versenyt, ahhoz a Jorviki Lovardához kell menned, méghozzá oda lentre a nagy pályához amit már is láthatok a képernyőn. És igen, csodás. Jorvik melegvérű, traki, vagy pedig egy belga melegvérű kell. Most karakter XP-t nem kapunk azért, hogy megcsináljuk ezt a versenyt, amit sajnálok. De egyébként kicsit zavar, hogy ugyanazokból az akadályokból áll szinte az egész pálya, ami a H&M-es résznél volt. Sőt, van olyan akadály, ami ugyanazon a helyen is van. Úgyhogy megint sokat dolgoztak rajta, gondolom. Mindegy, valahogy ez az egész hónap egyébként nagyon gyatra hónap lehet, hiszen jövő kapunk hát hat darab új szőrszínváltozatot különböző lófajtákból, illetve majd azután kapunk egy feladatot, ami nem hiszem, hogy túlzottan hosszú lesz. És ez is felejtettem, hogy mi lesz a negyedik uh, frissítés. Ja igen, Steven még egy verseny. Hát uh, izgi. Na hát uh, ez is izgalmas volt. Köszönjük szépen. A 15 szintű lovan már nem fogom átvenni a XP-t, az már fix. Szóval még adom, megyek, addig elmondom nektek, hogy ameddig van egy fajtára limitált verseny, és az a lovatok már level 15-ös, akkor ugye hiába csináljátok meg a versenyt, maximum j-es kaptok bele, de a ló xp az fölöslegesen megy. Úgyhogy ha megcsináljátok a versenyt az adott lófajtával, majd hazamentek, átváltatok egy olyan lóra, ami nem az a fajta, de nincsen level 15-ön, akkor át tudjátok venni vele az xp-t, és ugyanúgy megmarad a 20 j-esetek jelen esetben, illetve még az, az 500 xp sem veszik kárba. Áttérünk a frissítés második felére, ahol is a Jorvik melegvérűek, akik most fogalmam nincs, hogy hol vannak, mindjárt elgondolkozok rajta, egyik dundóban van, az biztos. Szóval amikor legutoljára dundóban jártam, akkor esküszöm nektek, hogy itt voltak még fjordok is, illetve Jorvik melegvérűk is. Borzasztó. Szóval a Jorvik melegvérőeket a padok sziget nem tudjátok megtalálni, legalábbis két változatot. Bízok benne, hogy lesz itt több is. Nem. Akkor előhívjuk a Google segítségét. Jó, szóval a nyorvink melegvérőek azok fél volt faruban, illetve a padok szigeten vannak, a trakik pedig Silverglade borászatban, illetve a Golden Hilli istálóban, amit nem tudom, hogy miért Golden hill mondtam, amikor Golden Leaf, de aranylevél istállóban, ha így valakinek magyarosabb. Szóval, mert nekem innen mind a kettő megvan, azt hiszem ezért nem ide jövünk. És ha jól láttam, akkor mind a kettő 590 es re lett leakciózva, szóval egyik sem olcsó, mint a másik, és innen már mind a kettő megvan. De az sem biztos, hogy a mai videóban lovat veszünk, mivel hát a Jorvik melegvérőek nem régen voltak leakciózva, úgyhogy belül megvettem. Ami egyébként egy szilveszteri videó lett volna, de aztán mégsem, mert megláttam... Na mindegy, elkalandoztam, elnézést. Amúgy tetszik, de mégse tetszik, mert tükrözve van. Úgyhogy, cia. Uh, és a többi nincs itt, úgyhogy a többi az szerintem a lópiacon van, úgyhogy de, de első Miért írjátok ki azt, hogy a félholt faluban és a padok van, amikor nem is? Szóval igen, a többit itt találjátok, ide össze lettek sűrítve. Úgyhogy itt van még további négy színvariáció, akiket meg tudtok venni ilyen gyönyörűek. Ugye a Jorvik a ugyanaz a animáció, mint az alaplovunknak, és nincsen egyébként speciális animációk, illetve a trackingból most csak egyetlen egy darab van itt, aki egyébként nekem nagyon tetszik. Őnekik valamennyivel másabb az animációjuk, de ők már annyiszor újra lettek dolgozva animáció téren, hogy az borzasztó. És ami jelenleg van nekik animáció, az nekem nem is tetszik. Eléggé fura. De ez is bociás tetszik, úgyhogy talán nem megvesszük. Illetve a versenyvágtajuk az borzasztó, szörnyű. Igen. Tetszik, hogy a szemük is mozog egyébként. Na, mindegy. Ö, szóval igen, itt van még további kétfajta, vagyis értitek, hogy értem. És itt, hogyha eljöttök ide hátrább, akkor itt tudtok megcsodálni még két trakit, akik ilyen szépek. Igen. Nem, meg akkor még itt a Golden Leaf van belőle kettő vagy három darab. Három darab. Szépek, cukik, meg minden. Ja. Na jó, van, akkor évek kérdése is visszajövök. majd egy legközelebbi videóban lovatoszunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, a legközelebbiben találkozunk, addig is, sziasztok!